A kérdés az, hogy hát most akármilyen leegyszerűsítően is hangzik, de van-e még mit locsolni? A helyzet a következő. Akik eddig öntöztek, legalább azok tudják most már végig folytatni az öntözést, annak érdekében, hogy legalább ők takarítsanak be termést. Ez úgy néz ki, hogy a Dunától keletre kukorica csak azon a területen terem, vagy hoz termést, amelyet öntöztek. Amelyet nem öntöztek, hogy gyakorlatilag már megszűnt, de sajnos van egy még ettől rosszabb hírem, hogy a Dunántúlon is már csak fél terméssel számolhatunk. Mint ahogy ön a felvezetőjében elmondta, sajnos több száz, tehát az Alföldön van olyan térség, ahol nem ért el a 100 mm a csapadék összege ebben az évben összesen. De már a múlt évben is csapadék hiányos volt, tehát több mint 300 mm hiányzik csak ebben az évben. Igen, azt nem tudom egyébként, hogy hát, hogy megcáfolnak a hozzáértők, de láttam ezzel kapcsolatos kimutatásokat is, hogy egy bizonyos szintig az öntözés, a locsolás az persze segíti a növényeket, de valójában a hőséget sem bírják, tehát van olyan kukorica, amelyik egyáltalán nem hoz fejet, hiába locsolják akármennyit. Nem cáfolom önt, ez egy komplex dolog. Azért komplex, és csak egy gondolat erejéig, ha kifejthetem, arról van szó, hogy ha a vízfelületet tudjuk növelni, ha a betározott víz mennyisége nagy, akkor, és a csatornák fel vannak töltve, vagy a talajban van víz, akkor van kipárolgás, és akkor nincs légköri aszály. Mert a növényt a légköri aszály öli meg, hogy éjszaka sem tud a növény regenerálódni, nem tud tápanyagot felvenni. Tehát a lényeg az, hogy most iszonyú csapadékhiány van, emellett hatalmas légköri aszály. Itt olyan öntözési módok jók, azok még megfelelően működnek, amikor a lineár alatt, tehát egy ilyen esőztető, egyfajta pára felhőt képez a növények fölött. Ez az öntözési mód képes rá, de egyébként a többi az sajnos nem hoz eredményt megfelelő mértékig. Értékmentése nagyon jó, mert ha talajban van víz, azért a növény a tápanyagot fel tudja venni. Én azt gondolom, hogy mindenképp fontos, hogy víz legyen a talajba, és ez összetett, mert onnantól kezdve jön a precíziós gazdálkodás, tehát onnantól kezdve jön az, hogy korszerű talajművelés, nem forgatom, nem szárítom ki a talajt, mélazítót vagy középmélazítót alkalmazok, takarásos talajművelés. Tehát ezek mind ennek tudatában vagyunk, de most annyira veszélyes a helyzet, hogy nincs víz a talajokban. Annyira érdekes, most mondta, ez teljesen más téma lesz, de egy záróéles kérdést, vagy muszáj ide szúrnom, mert mégiscsak a politikai újságíró ilyenkor kibújik az emberből. A napokban lehetett látni Jakab Péter, hát most már lassan lehet, hogy korábbi jobbikos politikusnak, képviselőnek a videóját, ahogy éppen tárcsázott a földeken, és én is erre gondoltam, hogy ilyenkor egy gazda nem hiszem, hogy tárcsázik ilyen melegben, mert még jobban szárítja a földet. Hát tudja, én nem vagyok történész, ő meg nem mezőgazdász. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy őt nem kívánom kommentálni. A helyzet az, hogy ez ettől sokkal bonyolultabb és sokkal komolyabb, mint hogy ilyen magánszámokat előadjanak. Akkor menjünk is tovább. Ugye két kérdés merül föl. Egyrészt van-e valóban vízmennyiség, amit kezelni lehet Magyarországon, és van-e infrastruktúra, amivel ki lehet jutni, vagy el lehet juttatni a megfelelő helyre, a földekre? Mert ugye a csatorna, hogyha már említett a csatornákat, 10-20 éve hallgatjuk, hogy ki vannak-e kotorva a csatornák például. Nézze, ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, mert ugye folyamatosan dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy a megfelelő vízmennyiséget megfogjuk, hogy meg tudjuk tartani. Bonyolult és összetett, mert egyrészt, amikor az árvízes időszakok voltak, elkészültek az úgynevezett árapasztótározók, záportározók. Ezek ma is megvannak, működnek. Ugyanakkor elmaradtak azok, és csapadékosabb időjárás volt, mondjuk ki őszintén, ennyire legyünk önkritikusak, és elmaradtak azok a nagy tározóknak az építései, korábbi időszakokban, ez évtizedekre visszamenőre beszélek, amelyek most tudnának segíteni. Ugyanakkor ezzel szemben, ha megnézi Bécstől felfele, a Duna vízszintje állandó, soha nem változik. Miért?
mert legalább 8-10 helyen duzzasztják a folyók. Duzzasztás van a folyón. A magyarországi szakaszon sehol egyetlen egy folyón nem akarnak engedni. Hát ugye a Tisztán van Tiszalöknél, illetve van még egy másik duzzasztó. Tehát gyakorlatilag az alsó szakaszán a Tisztának a csongrádi duzzasztót meg kell építeni. Környezetvédőkkel hatalmas vitát folytattunk. Én azt gondolom, hogy nem egymás torkának kell esni, hanem nekik is végig kell gondolni. Ha nincs víz a talajban, akkor nincs környezetvédelem, nincs természetvédelem, akkor pusztul a természet, ha nincs víz a talajban. Ahhoz pedig most már a megváltozott klimatikus viszonyaink között, hogy a talajban víz legyen, a folyókat duzzasztani kell, a csatornákat a gazdák összefogásával már megkezdtük a szervezést. Igenis, rendbe kell tenni, rendbe tesszük, és a vízkormányzás biztosítani kell. Amikor oda, akkor oda visszük a vizet, amikor pedig nem, akkor elvisszük. Most az új a napenergia rendszerek kialakításával helyben tudunk energiát előállítani, és megoldani a vizek emelését, vagy a vizek szivattyúval történő hasznosítását is. Igen, ugye tehát ön is ezt, volt egy ilyen fél gondolata az előbb, hogy az elmúlt években azért csapadékosabb volt az időjárás. Ezt úgy értette önkritikusan, hogy elkényelmesedtünk? Tehát nem gondoltunk arra, hogy hirtelen jöhetnek ilyen aszályos időszakok? Nézze, emberek vagyunk. Én azt gondolom, hogy sajnos nagyon sokszor előfordult, hogy amikor megoldódott, amikor jókor jött a csapadék, akkor igazán azzal kellőképpen nem foglalkoztunk. Ez nem a magyar gazdák ügye, ez gyakorlatilag valamennyi magyar ember ügye, de ez azt is hozzá kell tegyem, hogy gyakorlatilag egy olyan zöld nyomás alatt voltunk, hogyha valaki azt a szót kiejtette a száján, hogy duzzasztás, abból hatalmas botrány volt. Az Európai Unió megtiltotta azt, hogy duzzasztással visszatartsuk a vizet. Nagyon szigorúan tiltották. Most már végre van egy kis lazítás, amikor azt mondja, hogy a vízvisszatartás lehetőségét meg kell teremteni. Hát mi ezt úgy értelmezzük, hogy akkor bizony duzzasztanunk kell, és így kell tartani a vizet. Egyébként nem érkezik kevesebb mennyiségű víz, csak más az elosztása, mennyi eloszlása területileg, más az eloszlása a csapadéknak időben, és más a egyszerre lehullott csapadék mennyiség. Tehát most már egy teljesen új klimatikus viszonyra kell felkészülnünk, amihez tározók kellenek, amihez vízfelület növelés kell, és amihez a vízkormányzás ki kell alakítani. Ez társadalmi összefogást igényel. Itt nem lehet azt mondani, hogy én zöld vagyok, kérem, és innentől kezdve semmit itt nem lehet duzzasztani. Igen, a vizet vissza kell tartani, és mi azt, mezőgazdászok pontosan tudjuk, hogy a talajt hogy kell művelni ahhoz, hogy a vizet megtartsuk, és ne engedjük, hogy elpárologjon. Kész vagyunk, minden tudás és minden technika rendelkezésre áll. Ez egy hosszú folyamat, de még egyszer mondom, társadalmi összefogással megy, és én innen is arra szólítom fel a reális zöldeket, azokat, akik nem dogmák mentén gondolkodnak, hanem kellő szakmaismerettel is rendelkeznek, hogy igen, a vizet megtartjuk, mert ez az életünknek az alapja. Igen, ugye erről az átfogó vízügyi rendezésről, erről az agrárminiszter is beszél, de akkor azt jól értem, hogy tulajdonképpen uniós kötelmek, igen, uniós szabályok igen. És uniós kötelmek miatt is lassú volt ez a folyamat az elmúlt évtizedekben? Egyáltalán öntözés fejlesztéshez nem voltak hajlandók támogatást adni. Öntözésre nem lehetett öntözés fejlesztése nem engedtek uniós forrásokat felhasználni. Ezt nem tekintik zöld vonalnak, vagy miért? Nem bizony, hát persze. Hát a közös agrárpolitika reformja kapcsán nagyon komoly vita volt a Franz Timmermans úrral és csapatával. Ők úgy gondolták, hogy a klímavédelem az abból áll, hogy kiértjük az állatállomány nagy részét, ők úgy gondolták, hogy a talajoknak árt, ha öntözik, ők úgy gondolták, hogy
csak az ős természet visszaállítása az, ami a mi életünket hosszú távon garantálja. Természetesen nem tudom, az élelmiszert honnan akarták beszerezni, vagy hogy akarták előállítani. Tehát sajnos ez egy borzalmasan nagy tévút volt, most már, és ők úgy gondolták, hogy a területek 10%-át évente parlagoltatni kell. Most már szépen táncolnak vissza, most már feloldották ezt a kötelező szabályt, hogy akkor a parlagoltatástól eltekintenek, most már, már a vízvisszatartást nem tekintik eredendő bűnnek, ma már azért folyamatosan, fokozatosan az öntözést is engedélyezik. Persze, ha megnézi a hollandazáknak a harcát, ugye hatalmas állattenyésztésük van a hollandoknak, most ugye ott elindult a csökkentés, hát hogy ez hova vezet, nem tudom. Az én meggyőződésem az, hogy itt különböző lobbik harca zajlik, mi pedig azt gondolom, hogy meg kellene maradjunk amellett, hogy egészséges, tehát tiszta környezetben egészséges élelmiszer alapanyagot előállítva, egészséges élelmiszer tudjunk az emberek asztalára tenni mindenkor.